Bekeményített a Tiszató halászati hasznosítója a Tiszatavi Sporthorgászt KFT a szemetelő horgászokkal szemben. Az új szabályok szerint akár a jegy is ugorhat. Minden évben problémát jelent a Tiszató horgász helyein a horgászok által hátrahagyott szemét, amelyet a Tiszatavi Sporthorgász Nonprofit Kft. és az önkéntesek szednek fel. A szemetelés megállítására már több kísérletet is tett a Kft., de 100%-os sikerrel még nem járt, így a 2021-es horgászrendbe az alábbi szabályt szűtte szemetelni, és szemetes horgászhelyen horgászni tilos. A szemetes helyen horgászó személytől a egy bevonásra kerülhet. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Ennek érdekében a keletkezett hulladékot köteles elszállítani, vagy a Sporthorgász Kft. által Forgalmazott, sárga színű zsákban a gátkoronai élén elhelyezni, amit a KFT onnan elszállít. A társaság természetesen alternatívát is kínál azoknak, akik esetleg nem tudnák magukkal vinni a szemetet, és inkább a parton szeretnék azt elhelyezni. Felhívjuk minden kedves horgász figyelmét, hogy a Tiszató partján a hulladék elhelyezésének egyetlen legális módja létezik. A Sporthorgász Kft. által biztosított és az irodánkban a jegyárusító helyeken, valamint a halőröknél is megvásárolható sárga színű, társaságunk logójával ellátott szemetes zsákok használata. A zsákára 500 forint per darab. Ez az összeg a zsákok előállításának és a szemét begyűjtésének elszállításának önköltségét fel. A sárga zsákokba gyűjtött, majd a zsákba bekötött és a gátkorona szélén elhelyezett szemetet munkatársaink rendszeresen begyűjtik és elszállítják, tették hozzá. A jövőben a halőreik szigorúbban fogják ellenőrizni a szabály betartását, és ha valaki ezt megszegi, akkor attól egyből elveszik az engedélyét a lehető legkorrektebb módon és legigazságosabban fognak eljárni a szemetelőkkel szemben. Minden tisztességes horgász érdeke, hogy a szabálysértő szemetelés megszűnjön a tiszatavon, az elkövetők hozzáállása megváltozzon, ellenkező esetben pedig a megfelelő retorzióban részesüljenek, emelték ki. A szemetelésre vonatkozó szabálynak nem a büntetés a célja, és nem is az, hogy a tisztességes horgászokkal szedessük össze az illegálisan ott hagyott szemetet. Egyetlen Szabály követő horgást sem fogunk megbüntetni, ugyanakkor a szemetelés minden formáját felszeretnénk számolni szeretett horgászvízünk környékén, hiszen barátunk a Tiszató zárták közleményüket.